A társasjátékozás egyre népszerűbb hobbi, erre utal az ezzel foglalkozó klubok számának növekedése is. Marosvásárhelyen már másodszor szerveznek a társasjátékoknak szentelt háromnapos rendezvénysorozatot. Játszva töltöttem a sok marosvásárhelyi ezt a napot. 15 játék forgalmazó hozta el a Nemzeti Színházba a piacon kapható legkeresettebb társas játékokat. A 4,5 éves Dorka magyarázta el stábunknak, hogyan is kell játszani az általa kiválasztott társas játékot. Úgy kell játszani ezt a játékot, hogy mikor megy a bogát ide be, akkor sebe dobnád a bogocskával, és mikor kijött, és dobtál, akkor nem szabad lépjél. Nem csak gyerekek örventek a második alkalommal megszervezett játéknapoknak. A fiatalok a stratégiai játékokat kedvelték, míg az idősebbek inkább a hagyományos, gyerekkorukat idéző játékokat választották. Az érdeklődés már az első alkalommal olyan nagy volt, hogy nagyobb helyszínre volt szükség, hogy mindenki elférjen. Azok a kiállítók, akik első alkalommal is itt voltak, visszajöttek és nagyobb helyet igényeltek, de jöttek újak is az egész országból. Továbbá lesznek versenyek, és egy rész, amit a játéktervezőknek szántunk. Ők a még nem forgalmazott, általuk tervezett játékok tesztváltozatát hozták el. Minden játékos kap egy kosarat, kap egy ilyen figurát, és akkor dolgunk. És akkor járjuk végig az erdőt, mezőt. A rendezvényen játékkészítők is vannak. Málnási László gombaszakértőnek több mint 2 évé betelt, amíg megtervezte a kisgombász társas játékot. A fiammal ketten csináltuk a játékot, főleg azért, hogy azok a gyermekek, akik szülőkkel vagy szülők nélkül erdőt, mezőt járnak, ismerjék meg a gombákat, ismerjék meg a mérgező gombákat, ismerjék meg az ehető gombákat, és hogyha két hasonló gombát találnak, a ehető és mérgező gomba, akkor tudjanak különbséget tenni. A rendezvény egész vasárnapig látogatható.